Elsőként hadd gratulálok a sikerhez, bár úgy gondolom, hogy ez a mérkőzés sorozat inkább csak egy állomása volt a felkészülésnek. Jól gondolja. Egyértelműen ez is volt fel a célunk, hogy a mérkőzés terhelést gyakoroljuk, illetve gyakoroljuk azt, hogy hogyan kell kézilabdázni. Nagyon örülök mind a három mérkőzésnek, hiszen látni való volt a fejlődés a csapatban, illetve ez a döntő mérkőzés az eredmény szempontjából is fontos volt, nekünk meg szerettük volna nyerni a tornát, és egy nagyon-nagyon jó játszó, egy teljesen más kézilabda kultúrában játszó Zubru ellen sikerült itthon nyernünk, egy nagy futással, egy nagyon jó látványos játékkal, nagyon örülök neki, igaz, hogy csak felkészülési meccs, de mutatja, hogy van bennünk erő. Nem is olyan túl régen, talán 2-3 hónap ezelőtt azt mondta, hogy minden hazai meccset hozzunk el. Igen, továbbra is tartom ezt, természetesen a realitások talaján kell állnunk, és nem gondolom azt, hogy a Szegedet meg fogjuk verni hazai pályán, de az biztos, hogy meg fogjuk próbálni, teljesen egyértelmű, hogy ez a célunk, hiszen a hazai közönséget ki kell szolgálnunk, hazai pályán erősek vagyunk, egy feljutó csapatnak ez a célja. Egy ünnepi tornán vagyunk túl, kiváló eredménnyel, azt hiszem ezt most már teljesen fölösleges ragozni. Hogy állunk a csapatépítéssel? Azt hiszem két héttel ezelőtt beszélgettünk utoljára, akkor azt mondta, hogy még a csapategységgel mi van, vannak még tennivalóink. Hát azóta már nagyon-nagyon sok minden történt a csapattal, részt vettünk egy halom edzésen, egy csomó edzőmérkőzésen, Romániába jártunk, tehát nagyon sok minden fejlődött a csapatban, egyértelműen látszott itt a tornán is, hogy a kommunikáció játékosok között elkezdett felépülni. Még vannak kicsi bökkenők, de hát a sport az mindig így működik, fejlődik, aztán javul. Én azt gondolom, hogy jó úton járunk, megtaláltuk a játékstílust, ami számunkra a legkedvezőbb, egy nagyon mozgékony védelemből gyors kontratámadásokat játszani, hiszen nincsenek 110 kilós játékosaink, akik áttörnek egy hatos falat, nekünk futni kell, ez nagyon jó a nézőknek is, és kedvező a csapatnak, hiszen minden alkati tulajdonságunk megvan hozzá. Az elmúlt szezonban a könnyűtét Balmazővára is egy kifejezetten látványos és élvezhető kézilabda játszott. Mennyivel fog változni a stílus? Nem változtatunk a stíluson, egyértelműen ezt szeretnénk játszani, ezt a fajta gyors játékot. Természetesen az eredményességében változni fog, hiszen az NB1 az más, minden szempontból más. Itt nagyon jó csapatok játszanak, nagyon sok válogatott játékossal, de én azt gondolom, hogy ez a játék stílusa számunkra hasznos, ez a játék stílus nekünk fekszik, nekünk ezt kell erőtetni, nem kell átalakítanunk semmit. Van még egy pár hét hátra, jó sok edzés van még hátra a bajnokság kezdetéig. Mit kell még csiszolni? Mik a fő feladatok? Minden csiszolni kell. Az erőlét megvan már, de az erőlét az nagyon gyorsan elmúlik, ha nem tartjuk karba. Én azt gondolom, hogy még az összjátékban nagyon sokat kell fejlődnünk, hiszen ez a gyors játék megkövetelő, hogy pontosak legyenek az átadásaink, és itt a tornán is látszott, hogy voltak hullámvölgyek ebből a szempontból, illetve a helyzet kihasználásunkat kell javítani, ami főleg idegi munka. A játékosoknak az agyukat be kell kapcsolni ahhoz, hogy egy ilyen nagyon gyors játékból oda kerülnek a helyzetbe, akkor ott a megfelelő higgadtságot tanúsítsák. Én azt gondolom, ezen is nagyot léptünk előre, de ezt tovább kell fejleszteni, hiszen az NB1-ben minden kiadott zicser duplán fizet. Az már látszik, hogy kik lesznek a gózsákjaink? Az egész csapat a gózsákunk. Emlékszünk az elmúlt évben az NB1-be is, itt sajnos senki nem számolta, kik azok a játékosok, akik dobják a gólokat. Ez egy csapatmunka, itt a csapat dobja a gólt, itt a csapat csinálja meg a helyzetet, a játékosnak meg az a feladata, bármelyik is az, hogy befejezze eredményesen.